kudarctól, akkor el fog jönni a siker is. A negyedik szabály, hogy ne hallgassa rossz akarókra, azaz ne figyelj azok. Akkor, amikor egy ilyen kötethez hozzákezdtek, akkor mi az első? Le kell szelektálni, hogy mi az, ami bekerült, mi az, ami nem, mert hiszen gyakorlatilag, ha most nagyon szigorúan néznénk, akkor ha most 30 ilyen könyv lenne, akkor lehet, hogy még akkor se kerülne be minden, nem? Amikor az ember egy ilyen nagy anyagnak neki áll, akkor elsősorban rendet rak a raktárban és a fejében, és eldönti, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Csoportokban gondolkodtunk. Ugye ennek a könyvnek az alapja egy nagyon jó kiállítás volt, szerintem egy jó sikerült kiállítás volt 2017. szeptemberétől egészen 2018. januárjáig tartott ez a kiállítás, és ott az életművek műfajok szerint próbáltuk meg bemutatni, és úgy tűnt, hogy mindenki számára érthetővé vált, mert nagyon-nagyon sok mindent tudunk a Sima Bandiról, van, aki az írásait ismeri, van, aki az aranyhajót ismeri, van, aki a használati és dísztárgyait ismeri, de összerakni a képet, azt, hogy milyen sokoldalú ember volt a Sima Bandi, és mennyi mindennel foglalkozott, arra most történt először kísérlet, pedig 60 éve itt van a Hagyatéka Múzeumban. Nagyon ritka az a fajta kiállítás, ami menet közben is fejlődik, hiszen hallhattunk róla, hogy valaki eljött megnézni, és rájött, hogy hopp, nekem is van otthon ilyen. Fejlődött. Hála Istennek ennek a kiállításnak nem nagyon volt előzménye, viszont úgy érzem, hogy utóélete annál inkább van. Tehát gyakorlatilag valóban beledobtuk azt a bizonyos követ abba a bizonyos vízbe, és ezek azóta is gyűrűznek, igen, azóta is keresnek meg minket emberek, értékelik föl a saját tárgyaikat, az addig otthon porosodó tárgyaikat, Sima Bandi tárgyaikat, és igen, olyan példa is volt, ami számomra egy nagyszerű példa volt, hogy amikor második körben a kiállítást kibővítve bemutattuk, akkor egy olyan tulajdonos hozott be egy tárgyat,
amit a kiállítás hatása alatt megnézte az első kiállítást, és annak a hatása alatt egy aukciós házban megvásárolta, és elhozta bemutatni a kiállítás második részére. Úgyhogy számomra ez volt a egyik legjobb visszajelzés, de millió ilyet tudnék mondani ezzel a kiállítással kapcsolatban. Nem csak a kiállítás felől, hanem azt néztem, hogy Sima Bandinak gyakorlatilag a munkássága során is megvoltak a tárgyaknál az a fejlődés, hogy megrajzolta, átgondolta, megalkotta, újrakezdte. Ez mennyire gyakori a művészeknél? Vannak olyan művészek, akik szeretnek tervezni, akik sokat szeretnek rajzolni. Sima Bandinál gyakorlatilag az ötlet születésétől, az első szikrától kezdve tudjuk a tárgyak történetét követni. Korai időszakában, a pozsonyi időszakában nagyon sok természettanulmányt készített például. Ugye a Magyarország flórája és faunája, ami a kiállításon az első teremben ki volt állítva, főhelyen, ahhoz rengeteg sok tanulmány készült, és igazából ami engem a legjobban izgatott a kiállítás folyamán, illetve a kötetben is, ez nagyon szépen meglátszik, hogy hogyan kerülnek a tervek és a kész művek egymás mellé. Rengeteg sok terv maradt ránk itt hátam mögött, meg itt körülvesznek ezek a mappák tele tervekkel, és általában megszületik a gondolat, elkezd rajzolni, kifejlődik a motivum maga, és ezt a motivumot többször használja, többször is felhasználja alkotásain. Például a Szent Imre figurát, vagy egy-egy virágfigurát, a rózsafigurát ugye megrajzolja, és akkor kisebb-nagyobb tárgyakon, mindenhol, ahol úgy érzi, hogy elhelyezhető, elhelyezi. Soha nem készít két egyformát, hiszen ettől egyedi, ugye pontosan ez volt a célja, hogy szemben az ipari termeléssel ő egyedi leggyártott tárgyakat mutat be, ezeket kedveli, ezeket terjeszti. Ezeken a tárgyakon ugyanazok a motivumok kicsit átdolgozva, de jól felismerhetően azért ott vannak. Úgy jártam, hogy miután bezárult a kiállítás, éppen az egyik tulajdonos vitte haza a tárgyait a kiállításról, és szólt nekem, hogy vásárolt egy aukciós házban egy gyönyörű szép Sima Bandi Madonnát. Az volt a kérdés, hogy kinek készült, mert csak ilyen szeretett prézesünk volt a címzet, mármint hogy ez volt ráírva, hogy szeretett prézesünknek ezüst miséje alkalmából. Jó, ezt megfejtettem, hogy ki lehetett az, nem ez volt a lényeg, hanem egy ilyen drapériával letakart trónuson ül Mária, ölében a kisded Jézussal, és a drapérián rózsa minták voltak. És majd megőrültem tőle, tudtam, tehát nem ezek a plasztikus rózsák, amik ezeken a dísztárgyain vannak, hanem csak ilyen poncolt, bemélyített rózsák, és így gondolkodtam, kalapált rózsák, és gondolkodtam, hogy ez a szőnyegszerű mustor, ez valahonnan annyira ismerős, de valahol én láttam ezt, és sokáig, két napig biztosan gondolkodtam rajta, mire rájöttem, hogy a kiállításon volt egy tárgy, a szekrény tetején jutott szegénynek csak hely, és egy egyszerű kereszt volt egyébként, egy ilyen házasság kötésre emlékként készült kis kereszt volt, és annak az alján jelent meg először ez a bemélyített rózsa mustra, és akkor már nem voltak a tárgyak nálunk, mert már visszaadtuk a tulajdonosoknak, és annyira örültem, amikor rájöttem, rájöttem végül erre, amit addig is sejtettem, tudtam, hogy kialakulnak a motivumok, és aztán utána szépen végig viszi, érleli a motivumokat, és elhelyezi őket a megfelelő helyeken Sima Bandi. Tehát, hogy abszolút logikus az életmű. Lehet valami éles határvonalat húzni, hogy ő meddig volt iparos, és minden mikortól lett iparművész? Olyan szerencsés korban élt, amikor azt, hogy valaki iparművészé válik, azt nem az egyetemen egy diplomával ismerték el, hanem a műhelyben gyakorolva, a műhelyben dolgozva, és olyan szinten, egyszer csak olyan szinten dolgozva vált művészé. Azért kezdem, mert amikor a kiállításon néztem a pozsonyi munkáját, amit a diákoknak készített, hogy különböző korszakokat bemutasson, akkor ha én diák lettem volna, akkor akartam volna fejlődni, hogy ezt vajon hogy lehet megcsinálni. Tehát vajon el lehet-e jutni idáig, vagy ehhez zseninek kell lenni? Nem, ezek stílustanulmányok voltak. Egyébként 10 ilyen tábla készült, és vándorkiállításon ugye mutogatták ezeket a Győrben is. Mindig szoktam mondani viccesen, hogy a Sima Bandi stílustanulmányai, ugye 1919-ben telepedett le Győrbe, jött Győrbe Pozsonyból Sima Bandi, már előtte 1913-ban ugye ki voltak állítva a Jedlik iskolában. Tehát ezek olyan stílus tanulmányok voltak, amiről valóban tanultak annak idején a gyerekek, arra szolgált. Először rajzolták, aztán megpróbálták meg is formálni, és a legügyesebbek ugye utána is csinálták az egyes darabokat, és volt egy olyan terv is egyébként, hogy az akkori Nagy Magyarországnak minden egyes iparoktató intézményébe
rendelnek ebből egy sorozatot, és akkor nem csak vándorkiállításon egy-egy hónapra, egy alkalommal nézhetik a diákok, hanem akkor ez tananyag gyakorlatilag. Sima Vandi el volt látva rendesen munkával? Vagy igazából sokszor a saját keftelésére alkotott valamit? Egészen ugye a 40-es évekig volt munkája. A baj az volt, hogy túlságosan tisztességes volt, és tényleg olyan árajánlatokat adott, hogy pontosan leírta, hogy mi mennyibe kerül, honnan a kereskedőt, akitől az alapanyagokat beszerzi, és az pontosan mennyibe kerül, mennyi kell. Hát láttuk ugye például a Nádorvárosi Evangélikus Templomnak a feszületénél is, még azt is leírta, hogy hány kiló szenet használ el, hány órát dolgozik, hány emberre. Túlságosan tisztességes volt, és két világháború között azért elég rendesen volt infláció, és volt olyan, hogy mire a munkát befejezte, addig olyan infláció következett be, hogy gyakorlatilag az elején megállapított összege, az már az anyagköltséget sem fedezte. Úgyhogy állandóan futotta a saját adósságai után, és állandóan pénzszükében volt. És ezért nagyon sokszor olyan munkákat, apró kis munkákat kellett neki elvállalni, ami miatt sokat panaszkodik is ám a leveleiben, amiket nem szívesen csinált volna, mert ugye ő önállóan szeretett volna dolgozni, és azokat a munkákat végrehajtani, amik az ő fejében, agyában, szívében megszülettek, de nagyon sokszor nem volt erre lehetősége, mert ugye meg kellett élni. A család nagyon sokszor bővült a felesége Pozsonyból érkező rokonságával. Volt olyan, hogy 10 embert kellett gyakorlatilag a Sima Vandinak egymagának eltartani. Voltak olyan fiatalabb férfi tagjai annak a családnak, akik néha besegítettek a műhely munkákba, de gyakorlatilag ő viselte a gondját ennek az egész időnként igen nagyra dagadó családnak. Azt mondhatjuk, hogy a színvonalból abból nem adott nem, soha. Nem, ehhez ragaszkodott. A saját szórakoztatása miatt kezdett el úgy dokumentálni vajon, hogy vissza tudja nézni? Vajon ő ezt lapozgathatta, keresgéthette? Erről van valamiféle információ? Elkészítette a kiadványt, amivel mondjuk volt egy tanulmányúton, vagy az Aranyhajó cégérbe, amit beletett időkapszulát, azt nyilván azt az utókornak szánta, de olyan szinten dokumentált, amit én azt gondolom, hogy én még nem tapasztaltam soha senkinél ilyet, és azt gondolom, hogy biztos, hogy nincsen sok ilyen ember a világon. Pontosan így van. A mai világban, amikor annyi mániát ismerünk, azt mondanánk rá, hogy grafomán, de ennél azért sokkal több minden van. Most is a pályázatok úgy zajlanak, hogy az emberek például a végén beszámolnak róla. Annak idején ő is ugye a két nagy tanulmány útját, a nyugat-európait és az olasz tanulmányutat ilyen ösztöndíjként nyerte, és ugye kötelezettsége volt neki elszámolni a végén azzal, hogy végülis mit látott, mit tapasztalt, és hogyan gyarapodott, hogyan hasznosította ezt az ösztöndíjat. És gyakorlatilag ehhez kapcsolódó nagyobb lélegzetű könyvek, azok mint úti beszámoló és napló készültek. És az időkapszulát, amit mondjuk elrejtett a rigófészek, vagy pedig az aranyhajóba, azt tudták, hogy ő azt elkészíti, vagy ő ezt csak úgy mellé megcsinálta? Valószínű, hogy erről senki nem tudott, ez az ő titka volt, és ezért is hagyott ugye a megtalálónak egy levelet, hogyha megtalálja, akkor azt adja oda múzeumnak, mert oda tartozik. Érdekes, mert pont amikor az aranyhajót és a rigófészket készítette, akkor rettentes anyagi helyzetben volt, és közben ugye tudjuk, hogy folyamatosan azt várta, hogy hát ha Pozsony végre visszakerül Magyarországhoz, visszacsatolják, és akkor ő megint csak végre otthon érezheti magát, mert végül is a Pozsonyt, ugyan Orosházán született, mégis Pozsonyt tekintette a szülő hazájának, szülőföldjének. És ez a fájdalom, tehát az érdekessége, hogy szépen készíti ezeket a munkákat gyönyörű minőségben, és közben egyfajta nagyon erős fájdalom, rezignált hangulat az, ami ezekből a levelekből kiolvasható. Tele van panasszal, sok mindenre panaszkodik, ugye, főleg az anyagi helyzetre, de attól függetlenül a munkáját azt tisztességesen végzi. Tehát itt látszik meg a Sima Vandinak a két arca, ugye az ember és a mester. A mester, aki nem tud másként, csak szakmáját szeretve, teljes odaadással dolgozni, és az ember, aki közben meg szenved. Itt a könyvben is gyakorlatilag külön fejezetet kap az, hogy ő amatőr fotósként egy picit hagyott az utókorra képeket, és ami még talán markánsabb, azok a képeslapok, amikkel a barátaival, vagy egyszerűen csak a hivataloknak levelet küldött, és nekem ami nagyon furcsa volt, mikor a tárlatvezetésen Cserhalmi Zoli említette, hogy ő visszakérte a
a levelező lapokat. Igen. Tehát feladta, elküldte, és aztán visszakérte, hogy meglegyen az utókornak. És meg is számozta őket, úgyhogy számon tartotta. Találtunk olyan listát, amin föl van írva, hogy az egyes számú levelező lapot mikor adta fel, hová adta föl, és hogy az megérkezett-e a címzethez, és mikor érkezett meg. Tehát abszolút mértékben nem kiadta a kezéből a dolgokat, hanem valóban csak láttamoztatta valakivel, és visszakérte. Gondolom ezeket csomagban időnként, nagyobb adagban visszaszolgáltatták neki. Azért, hogy minden egyben legyen, sőt, nem csak a saját leveleinek a szinte összes piszkozata van meg a múzeumi hagyatékba, illetve a megyei levéltárnak a hagyatékába, mert hogy minden levélről tudunk, azt is, amit ő elküldött, és esetleg hivatalok nem küldték vissza, csak mondjuk megvan a hivatali válasz, de mi ismerjük a fogalmazványt is, hanem azokat a leveleket is lemásolta, például mások véleményét magáról, tehát mindent, ami vele összefüggésben volt, azt ő beszerzett, megszerzett és ostromolta gyakorlatilag a hivatalokat, hogy minden hivatalos iratról neki adjanak legalább egy kivonatot arról a részről, ami rá vonatkozik, határozatokról, mindenről. Tehát hihetetlen módon benne élt ebben a írományoknak, a dokumentálásnak a világában, és pontosan ezért ilyen nehéz őt kezelni. Ezért nem akadt ember, aki az elmúlt 60 évben ezt egyenként belátározta volna ezeket a leveleket, ezeket a dokumentumokat, mert még mindig gondolkodunk rajta, hogy milyen értelmes rendszer szerint kellene ezt úgy tálalni, hogy utána visszakereshető legyen, és témák szerint azért egy értelmes rendszerben kutatható legyen. És gondolom nagyon nehéz mondjuk egy határvonalat húzni, hogy mi az, ami még értéknek tekintető ebből a szempontból, és mi az, ami egy olyan magánlevél, ami... Minden értékes, a magánlevél is nagyon-nagyon értékes, több száz magánlevelet kell az embernek átböngészni ahhoz, hogy egy-egy félmondat információt kapjon olyan témáról, amihez feltétlenül szükség van még egy láncszemre. Segít jobban megérteni akár ezt a kort és ezt a korszakot, illetve mondjuk a győri embereknek ezt az időszakát? Ugye nagyon sokan dolgoztak már gyárakba. Mennyire látjuk másképp egy picit a világot, hogyha megismerjük az ő levelezését és annak a tartalmát? Feltétlenül ez egy korkép. Műhelyében a legfontosabb segítsége az Rádai Ferenc volt, a feleségének a rokonságához tartozó fiatalember volt, aki nagyon-nagyon sokáig segített neki. És ő is egyébként a vagongyárban dolgozott, mint munkás. Tehát ilyen szempontból, amellett, hogy segített a sima, van neki ilyen szempontból azért egy kicsit, és elég sokat ír a 50-es években, 40-es évek végétől 50-es években a Rádai Ferencről, úgyhogy igen, belelátunk az ő életükbe is. Hogyha győri emberekkel beszélgetünk Sima Bandiról, akkor azt gondolom, hogy elsőként mindenki azt mondja, hogy aranyhajó. De talán nem az aranyhajó volt a legfontosabb munkája. A Kárpáti őrség az mindenképpen, azt gondolom, előbbre van, meg még jó néhány. Mennyire lenne fontos megismertetni az emberekkel, hogy mik vannak még, amik esetleg értékesebbek, élete? Mi az, amit te mindenképpen fölé sorolsz? Én igyekeztem a legjobb anyagot összeválogatni kurátorként a kiállításra, és úgy gondolom, hogy minden műfajban, hála Istennek, sikerült megmutatni azt, amit tudott. A legnagyobb teljesítmény azt gondolom, hogy az egyházi műveknek a begyűjtése volt. Hosszú telefonálgatás és egyeztetéses folyamatnak köszönhető volt az, hogy az egyházak odaadták ezeket a kincseiket, hiszen ezek megrendelésre készültek, és azóta, mióta elkészültek, azok ott voltak a rendeltetésszerűen használva. Ugye a tömjéntartók, a kelyhek, a paténák és egyebek. Tehát úgy kértük kölcsön gyakorlatilag a plébánosoknak a kezéből, a kincstárából. És úgy gondoltam, hogy semmiképpen nem lehet ezt a részt negligálni, hiszen ezek a legszebbek, a legmutatósabbak, a legszebben kidolgozott iparművészeti alkotások, és azért szerencsére sikerült jó pár szép darabot megszerezni. A legnagyobb szívfájdalom ebbe a kutató munkába az, hogy a Kárpáti őrség az nincs meg? Annyira bíztam benne, hogy legalább töredéke valahonnan előkerül, mert ugye 1945-ben a Budapest bombázása közben ott volt a Hadtörténeti Múzeumban. Tudjuk, hogy a Hadtörténeti Múzeumot 70%-ban lebombázták, anyagot, tehát mivel ez hatmázsa volt, ezért nem vitték sehová, ott hagyták az állandó kiállításban, és ezért igen valószínű, ez is családi levelezésből, és egy hetet derült ki körülbelül, hogy egy fél mondatban valaki a Matolcsi Lászlónak eladta gyakorlatilag idézőjelben a Simabandi ezt a munkát, és a Matolcsi család levelezésében fönnmaradt egy ilyen mondat, hogy bombatalálat érte a múzeumban, és megsemmisült.
De ugye én a Hadtörténeti Múzeumban nagyon sok mindenkivel beszéltem, és ugye az a, tehát a bombázások után ezek a romfosztogatások ugye azért nagyon napirenden voltak, és a szívem mélyén abban reménykedtem, hogyha egy pici darabja is, tehát olyan szinten ismerjük az archív fotók alapján, millió leírás alapján, rajzok alapján, amiket róla készített a Sima Bandi, hogy fölismernénk, hogyha egy akármilyen kicsi töredéke is valahonnan előkerül, de nem került elő. Viszont volt egy nagyon érdekes, rengeteg sok tárlatot vezettünk a Cserhalmi Zoltán kollégámmal a kiállításban, és érdekes módon nem egyének, hanem ilyen kollektívák jöttek, tehát nyugdíjasok, tanárok, diákok, tehát nagy csoportok érkeztek is folyamatosan. És az egyik tárlat vezetésemen emlékszem, hogy valaki odajött a végén, és a Kárpát-őrség molinó előtt rámutatott az egyik ilyen fegyverkupacra, amiről egy ilyen kinagyított kép volt, és azt mondta, hogy ő ezt valahol látta neki, ezt mutatta a barátja, hogy neki valahol, ő Pesten lakó barátja, hogy ő ezt ismeri, hogy neki ez megvan. És akkor abban a pillanatban ugye kezében nyomtam a névjegyemet, és mondtam neki, hogy mész és megkérdezed, és szólsz nekem, mert én ezt nekem tudnom kell. Nyilvánvalóan az ember nem jelentkezett. Egyesek szerint ez csak egy csajozós duma volt, mindegy. A lényeg, hogy nem, sajnos nem jelentkezett, és nekem ez egy nagy csalódás volt, mert tényleg bíztam benne, hogy legalább valami kis zöldség vagy gyümölcs füzér onnan az oldaláról valami előkerül, ha nem is mindjárt a Trianon vagy a Mohács, de valami kis pici töredék. Ez mitől különleges egyébként? Elsősorban azért különleges, mert az egyik korai főmű, és másodszorban meg azért, mert 1932-ben erre kapta az aranykoszorús mesteri kitüntetését, ami az akkori korban ugye a legnagyobb elismerése volt a szakmának. Tehát ez semmiképpen nem megkerülhető alkotás, és ez megér egy misét. Úgyhogy tanulmány formájában rengeteg sok képpel illusztrálva, mert minden részletéről van képünk, úgyhogy kellett találni egy olyan folyóiratot, ahol hajlandóak voltak 50-nél is több képet közölni egy cikkhez, mert gyakorlatilag nincsen másunk, nem tudjuk azt mondani, hogy itt van, mutatunk két képet, aztán ha valakit még jobban érdekelnek a részletek, jöjjön el a múzeumba és nézze meg, sajnos nem, ennyi van róla, és ennek is örülünk, hogy megvan, hogy minden felirata olvasható módon leolvasható az archív fotókról, mert olyan minőségű fotográfiákat készített annak idején Sima Bandi maga. Ez viszont azt jelenti, hogy soha nem szabad feladni, mert hát ha egyszer előkerül valami. Hát ha egyszer valami címer vagy valami kis apróság előkerül. Én ugyan altatom a témát és elfogadtam, hogy igen, abban az időszakban, amikor szőnyegbombázás és akna és minden volt, akkor előfordulhat, hogy megsemmisül, de nem hiszem el, hogy porrá égett, vagy hogy teljes mértékben eltűnt, biztos vagyok benne, hogy valahol valami lesz, és hogyha úgy van, akkor egyszer majd szembe jön velem. Hogyha mondjuk elmész egy templomba, és látsz valamit, és mondjuk nem tudjuk, hogy azt ki csinálta, akkor úgy felismerhető egy idő után már, hogyha valaki ennyire ismeri Sima Bandi munkáját, hogy ez abszolút jó eséllyel az övé? Kilincseket. Például a gyárvárosi templomnak a kilincse, halalakú kilincse, az is egy Sima Bandi. Illetve paténákat kerestem, és bementem a Széchenyi téren a Bencés templomba, mire kiderült, hogy Sekrestyének a kilincse, gyönyörű szép szent koronával díszített kilincse is Sima Bandi alkotás. Tehát rengeteg sok ilyen munkával kell számolnunk, ami nincsen egyelőre lajcsomozva. A könyvben egyébként összeállítottam egy 40-50 helyszínt, ahol én már megtaláltam a Sima Bandi alkotásokat. Tehát ilyen szempontból próbáltuk feltétlenül szakmai módon és szempontból feldolgozni az életművet. Egyrészt összeállítottam a bibliográfiát, ami valami 15 oldal körülbelül, a teljes, ebből egy pár oldalas kivonatot ugye sikerült ebbe a könyvbe is beleszerkeszteni, illetve ezek a helyszínek, ahol az ő alkotásai megtalálhatók, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy teljes lista. Ez a lista akár napról napra is bővülhetne, hogyha az ember utána menne, hiszen itt a környéken alig akad olyan templom, olyan plébánia, ahol ne lenne valami Sima Bandi alkotás. Olyannal is találkoztunk, amire Sima Bandi külön kis táblára írta föl a nevét, és az útközben elveszett. Tehát nem tudták, hogy ez Sima Bandi, viszont a terveket megtaláltuk. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk az ő általa készített tervek, és pontosan odaírva, hogy mikor készült, kinek a megrendeléséből és hová készült. Tehát ezek nagyon sokat segítettek nekünk, illetve rengeteg sok fotó, amit már említettünk,
6000 archív fotó van körülbelül a Simabandi hagyatékban. Abból a fotóknak a 80-85%-a körülbelül a műalkotásait dokumentálja, a többi az személyes, magánjellegű fotográfia, és ezek is nagyon sokat segítenek a beazonosításba, illetve a könyvnek egy nagyon értékes részét képezik. Azt tudjuk, hogy róla hogyan vélekedtek azok a kortársak, akik hozzá hasonlóan ebbe a szakmába vagy ebbe a művészetbe voltak érintettek? Egyáltalán mai szóval mennyire volt neki konkurenciája, mennyire kellett neki megküzdeni avval, hogy mondjuk egy munka az övé legyen? Hát itt a régióban, tehát a Borsa Antalon kívül nem nagyon volt más művész, aki ebben a műfajban így dolgozott volna. Pesten volt több olyan alkotó, akiket meg lehetett ilyen ügyekben, mondjuk az egyházi megrendelésekre, liturgikus tárgyakra gondolok elsősorban meg lehetett szólítani. Neki viszont nagyon jó összeköttetései voltak itt Győrben, tehát akinek ő dolgozott, annak igazán jó véleménye volt róla. Ismerünk olyan leveleket, amikor Brandt Lajos például, a gyárvárosi plébános beajánlotta őt a komáromi munkára, a komáromi Jézus szíve templomnak a hatalmas munkálataira is, amit aztán végül is meg is kapott, rengeteg sok minden őrzi ott az ő keze nyomát, gyakorlatilag minden kovácsoltvas alkotás a lépcső korlátoktól elkezdve a szentélyrekesztőig mindent ő csinált ott, és azt egy ilyen ajánlás révén érte el. Van egy kollégám, aki azt szokta mondani, az a baj a zenével, hogy elfogytak a hangjegyek, és már nincs annyi variáció, amit föl lehetne használni. Most már gyakorlatilag ismételve jön majd minden, csak legfeljebb nem tudjuk, hogy minek a reprodukciója. Láttunk nagyon sok magánembereknek készített rózsát, de amiket én rózsákat láttam, még ott se volt egyforma, legfeljebb máshogy voltak a szirmai, tehát... Kialakul a sablón, tehát megrajzol valamit, és a fejében megvan a dolog, viszont két egyformát nem csinál, vagy több rózsaszál van, vagy több levele van, vagy a szirma áll másként, de biztos, hogy két egyforma nincsen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a 2 évvel ezelőtt vásárolt az Iparművészeti Múzeum, az első a Pesti Iparművészeti Múzeum az első Simabandi alkotását, ahol egy kedves kollégámmal beszéltem és kérdeztem tőlük, hogy volt évfolyamtársamtól, kérdeztem, hogy akkor van-e nektek ott a gyűjteményben Simabanditok, és persze van, mi az? Hát egy ilyen rózsás plakett, mondom, menj már, Szilveszter, hát nekem egy több kiló van itt, hát melyiket adjam kölcsön, tehát hogy igazából megtörtént a Simabandi kanonizálása olyan szempontból, hogy most már van az Iparművészeti Múzeumban is alkotása. Mi lehet a következő lépés, hogy mik lehetnek a következő lépések, hogy Simabandit jobban ismerjék? El lehet-e mondjuk ezt a tárlatot vinni, amit Győrben láttak, azokba a városokba, ahol ő fontos személy, mondjuk Orosházáról született? Hát vannak tervek. Én biztosan egy komáromi tervről tudok. Ugye említettem, hogy a Komáromban sokat dolgozott, tehát egy nagyon nagy munkát végzett ott a templom környékén, és ott nyitottság mutatkozik, úgy tűnik, hogy januárban oda viszünk egy kisebb kiállítást, Simabandi válogatást, viszont azt a kiállítást, amit megcsináltunk, az reprodukálhatatlan. Tehát az egyházaktól még egyszer ugyanúgy minden darabot visszakérni, és tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, aminek szerencsére a kötet formájában nyoma is marad. Ebben a mai világban lehet-e utódja a Simabandinak? Tehát én, aki a sportban mozog, számomra megdöbbentő volt látni azokat a vándorserlegeket, amik készültek, és látom azt, hogy ma milyen kupákat adnak át egy-egy versenyeket, és azt mondja az ember, hogy hát azért ez ég és föld. Tehát ez a világ, ez elmúlt? Vagy ez még bizonyos területeken egy kicsit még visszajöhet? Én azt gondolom, hogy ez a művesség, ez a fajta odafigyelés, ez a fajta szívvel lélekkel való munka sajnos már nem nagyon van napjainkban. Hogyha ugye a kupákat említetted, akkor a legnagyobb fogás, hogy úgy mondjam, az a labdarúgó kupa volt természetesen, ami 1928-tól fölvonultatta, legalábbis feliratok formájában az összes régióbeli győztes csapatnak a nevét. Úgyhogy voltak olyan kedves látogatók, akik jöttek a vidékről, és megkeresték a saját településüknek a feliratát a kupának a fedelén, vagy az oldalán. Úgyhogy igazából tudunk róla, hogy például a Honvédelmi Minisztériumban rengeteg sok ilyen kupát, ilyen serleget készített. Ide Győrbe is ugye a atlétikai klubnak is készített valamikor, mert ismerjük archív fotókról is ezeket az alkotásokat, illetve a Budapesti Boxszövetségnek is készített ilyen,
ilyen reprezentatív, nagy alakú, ezüstből készült, gyönyörű szép kupákat. Viszont ez az egyetlen, ez a labdarúgó kupa, ami megmaradt ebben a műfajban, úgyhogy meg is beszéltük a tulajdonosokkal, hogy erről másolat fog készülni, és ezt meg szépen fogják őrizni, mert ez egyszerűen hihetetlen, hogy így megmaradt, egyrészt az, pedig volt egy picinye is egyébként, ezt is archív fotókról tudjuk, hogy valószínű úgy képzelték el, hogy ez a nagy ugye mindig is a szövetség székházában lesz valahol, és annak egy kicsinyített mása körülbelül fele, harmada volt az eredeti méretnek, vagy a nagynak a méretének, tehát hogy azt gondolom az lesz a vándorkupa, és azt adják oda mindig az éppen aktuális győztesnek. De ez nincs meg sajnos. Ha egy-két mondatba kéne csak megfogalmazni Sima Bandi üzenetét, hogy mit is üzen ő a munkájával az utókornak, akkor, és azt mondom, hogy mindegy, mit csinál az ember, csak szeresse és jól csinálja. Akkor úgy nagyjából eltaláltam ezt? Vagy van más olyan üzenet, ami megfogott? Számomra a Sima Bandi üzenete az, ami benne van ebben a kötetben is, és ami a mottoja volt a kiállításnak, és ami rajta volt a meghívón is, tehát ki lehet nyitni a könyvet és el lehet olvasni, hogy rajongásig szeretem a gyönyörűséges mesterségemet. Járjanak tehát nyitott szemmel, és nézzenek körül akár az otthoni kincsestárba, akár szerte a városban. Ismerjék meg és ismerjék fel Sima Bandi alkotásait. A beszélgetést zárjuk Sima Bandi rövid életrajzának utolsó soraival, aki így fogalmazott, ha a súlyos életküzdelmem és a sok-sok fáradozásom után visszatekintek az utánam maradó műveimre, ama boldogító meggyőződésre jutok, hogy nem éltem hiába.